Mi adta az ötletet, hogy Lentiben néptáncoktatás induljon felnőtteknek? Igazából már nagyon régóta kitalálták a kedves néptáncos szülők, hogy a gyerekeik mintájára szeretnének ők is táncolni színpadon, illetve kipróbálni ezt a lehetőséget, ezt a sportot úgymond. Úgyhogy úgy döntöttünk már tavaly is, hogy megpróbáljuk létrehozni ezt a kis mozgalmat, de sajnos nem sikerült úgymond időhiány, de idén szerencsére megvan a lehetőségünk arra, hogy szépen egy társaságot ilyenkor szerda esténként összehozzunk. Gyere be, rózsám, gyere be, csak magam vagyok ideben. Három cigányegény hegedül, csak magam járok egyedül. Három cigányegény hegedül, csak magam járok egyedül. Mikor indult a tanfolyam, és jelenleg hány tagja van? A tanfolyam körülbelül egy hónapja indult. Először tartottunk egy ilyen kis bevezetőt, egy találkozót, elmeséltem nekik, hogy ez miről fog szólni, mutattunk be pár lépés nekik, hogy miről is szól, mit is kell itt csinálni tulajdonképpen, és ez már gyakorlatilag a negyedik alkalom lesz, ahol aktívan mozgunk is, táncolunk is, bemelegítünk is. Az előbb említetted, hogy különböző lépéseket már tanultatok. Felnőtt korban mennyire lehet elsajátítani a néptánc lépéseket, hiszen annyira különbözőek és sokfélék? Ez így igaz, gyakorlatilag nem nagyon különbözik a gyerekektől, a legkisebb gyerekektől. Igazából sok hasonlóságot vélek felfedezni, tehát akinek úgymond a ritmusokkal még, illetve a táncokkal nem volt dolga, őket ugyanúgy be kell vezetni ebbe a világba, és ugyanúgy meg kell nekik mutatni, hogy miről szól ez. Jelenleg milyen a férfi és a nő aránya csoportban? Hát fiúkkal kicsit gyengébben állunk, mint lányokkal, de hál' Istennek azért tudunk dolgozni velük. Lehet még jelentkezni? Természetesen minden kedves érdeklődőt várunk, nagyon sok szeretettel ilyenkor szerda esténként 6-tól 8-ig a Lenti Városi Művelődési Központ színpadán. És hogyha valaki jelentkezni szeretne, akkor itt teheti meg helyben, vagy téged keressen személyesen, vagy Facebookon, milyennek a módja? És az együttesnek van Facebookja, gyakorlatilag honlapja is most már, engem is személyesen, és itt az alkalom is nyugodtan lehet jönni bármilyen csatornán, úton, módon. És fordulás. Bal, két és fordulás. Bal, két és fordulás. És fordulás. Jó? Mi a célja ennek a tanfolyamnak? Az, hogy tökéletesen elsajátítsák a néptánc lépéseket, a néptánc tudást az idejárók, vagy valami egészen más? A célja elsősorban azért, hogy mozogjunk egy kicsit, illetve ők mozogjanak egy kicsit, hogy megtudják, milyen az a néptánc, milyen az, amikor a gyerekük is, illetve ők is próbálnak egyet a színpadon, kipróbálják magukat, egy kis szabadidő, egy kis mozgás, ahogy már mondtam, illetve nyújtunk is, tehát hogy mondjam, azért az egészségüknek se árt, illetve az enyémnek se gyakorlatilag. Ez az első, úgymond, a második kicsit háttérbe szoruló célja, de megvan rá a lehetőségük majd, hogy ezeket a táncokat, amiket itt tanulunk, majd a színpadra is felvigyék. Az együttes jövőre ünnepli a fennállásának 45. évfordulóját, tehát jubileumi műsorokkal is készülünk többel is gyakorlatilag, és szeretnénk egy olyat, amikor az összes létező korosztályunk a színpadra állítja a tudását, és hogyha ebben már úgymond ők is készen állnak, akkor szeretnénk megmutatni azt, hogy itt mit is csinálunk tulajdonképpen.